Üdvözlök mindenkit! Én Levocki Péter vagyok, és beszélgető partnerem, mentorom és életem legjobb beindítója Szentes Róbert lesz. És így leszünk ketten annak a témának a házigazdái, és úgy érzem, hogy lesz még egy harmadik, ő pedig a teremtő, akinek én szeretném, Robi, megvizsgálni az ő humorát, ha lehet egy ilyen felkonfal indítani, hogy Istennek jó humora van? Kérdőjel, felkiáltójel, de én azt gondolom, hogy a mai világban, amennyi mindent tőled tanultunk és hallottunk, én azt érzem, hogy ezt is egy kicsit úgy gondolom, hogy át kellene vizsgálni, mert a múltkori interjúnál is a boldog, ugye a boldogtalanságról beszéltünk, és nagyon úgy érzem, hogy az emberek életéből, mindennapjából, mintha a humor is nagyon-nagyon távol lenne, sőt, talán már lehet, hogy félünk is tőle, lehet, hogy nem merünk egyet kacagni, nevetni, viccelődni, vagy talán már a vicc is Lucifer fegyvere lett ellenünk és az Isten ellen, mert annyi minden hova a viccelődés kerül föl, és eléggé éles fegyverként használja ellenünk. Tehát én arra kérnélek, hogy segíts ebben a témában is jó rálátást gyakorolni. Majd arra kérlek, Péter, hogy esetleg meg tudná nevezni olyan mintákat vagy példákat, amit te látsz. Mert te... Példák azok számomra nagyon súlyosak, például a tinédzsereknél. Ahogy említettem, ugye most már az internet világában a viccelődés, az talán annak, aki felvesz egy viccet, mondjuk adott esetben, hogy milyen illuminált állapotban tesz valaki valamit, és az szinte tudjuk már, hogy azonnal fel tud kerülni mondjuk egy olyan csatornákra, ahol az több ezren, akár tízezren is láthatják, és ebből bizony már tudjuk, hogy nagyon sok szószoros értelmében öngyilkosság is történt. Tehát annyira kiélezett az, hogy a humor az humor, a vicc az vicc, vagy kinek vicc még mindig ez a fajta hozzáállás. És azt érzékelem, hogy itt már nagyon elcsúsztak ebben is a viszonyok, legfőképp a negatív irányban. Az emberiségnek a legnagyobb baja és a gondja az az, hogy nem takarították ki az elméjüket. Az ego uralja az emberek elméjét, és ezek az ego programok, vagy te is nagyon jól tudod, nagyon aljas programok. Ezek a programok lecsökkentették az emberek önbecsülését, önszeretetét, és úgy programozta az elmét az ego, hogy mindent magunkra vegyünk. Ez egy nagyon fontos kezdőpont az önmunkát végzőknek, hogy az elején, az út elején mindent magunkra fogunk venni. Van a magyar közmondás, hogy akinek nem inge, ne vegyen magára, de nem tudod nem magadra venni, mert ha valaki elkezd velük viccelődni, és az triggerel bennünk egy olyan programot, hogy lehet, hogy én nem vagyok elég jó, lehet, hogy pont, 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 és úgy veszi az ego ezeket a vicceket, hogy ez egy támadás. Az ego programok, és tudod, hogy több tízezer van, és akkor ezek nagyon kacipántosan egymásból kibe csurognak, az egónak nem az volt a szándéka, hogy az embereket boldogságra, békességre és teljességre tereljék, hanem pont az ellenkezője, hogy gyengítsék őket, és tudjanak energiát ki csavarni belőlünk. Amikor az ember vicceskedik, annak több fajtája van. Van az a fajtája, amire nagyon sok ember érzékeny, az, hogy gúnyt
úgyhogy ezek gúnyt tűznek belőle. Ez csak akkor történhet meg, ha az illetőnek nincs integrálva az elméje, és a korábbi gúnyűzött történetek egyelőtt traumák nincsenek feloldva. Ha az embereknek nem lenne ennyire alacsony az önbecsülése, akkor tudnának nevetni. Mindjárt elmondom, hogy mit jelent az, mikor azt mondja, az Istennek jó humora van, mert tényleg jó humora van, de az ego programozása miatt annyira belekerültünk egy ilyen labirintusba, hogy tényleg nem tudjuk a kiutat, és nem tudjuk, mi a jó, mi a rossz. Vannak szarkasztikus humorok, vagy szarkasztikus humorú emberek is, és általában azok sebzettségből erednek. A szarkazmus az a DNS-ünkben egy olyan árny verzió, hogy általában az használ szark... Így mondják, hogy szarkazmus? Szarkazmus. Szarkazmus, oké. Tehát a szarkazmust általában az használja, aki már úgy, ahogy lemondott az életről. Olyan állapotban van most az emberiség, hogy ha itt nem lesz gyökeres változás nagyon hamar, akkor pont, pont, pont. Tehát ez semmi jóhoz nem vezet. És mivel az ego uralta eddig a világot, hogy ez a rendszer tárul most a szemünk elé, mert ez volt igazán ennek a 3D-s invertált matrixnak a programja, hogy az embereket szándékosan negatív érzelmekre és negatív rezgésekre programozták, azáltal nekik ebből hasznuk volt. A legtöbb ember semmit nem tudott az elméről, mert a rendszernek pont nem az volt a szándéka meg az álma, hogy hé, kis csodaszép humánok, gyere, én bemutatom a börtönből a kiutat, takaríts ki a búrádat, így és így kell csinálni, és akkor boldog lehetsz, és tudsz nevetni. Pont az ellenkezőt csinálták, és nagyon-nagyon precízen és pszichopata okosan levitték az embereket egy olyan tudat szint alá, ahonnan egyedül nem fognak tudni kiszállni. A vicceskedés, a szarkazmus, ennek vannak verziói, és ez nem ugyanaz, mint az isteni humor. Az isteni humor az azt jelenti, hogy az elménket integráltuk. Hogy az árnyainkat integráltuk, hogy nem lehet minket megsérteni, mert az már integrált bennük. Nem veszünk magunkra semmit, és látjuk, hogy igazán az élet különféle periódusai, azok csak színpadi felvonások. És amikor már integráltuk magunkban ezt a sok árny karaktert, a bűnözőt, azt, ez meg azt, akkor már úgy tudunk róluk beszélni, hogy abban nincs rezgés. Csak van egy kifejezés, mert majdnem úgy vicces. Ez az isteni humor. Egy integrált analízise a színpadi felvonásnak, ami tényleg vicces. Amikor az ember már integrál. Viszont amikor lent vagyunk még a traumatizált állapotban, akkor magunkra vesszük és sértésnek vesszük, holott legtöbb vicc az nem sértő. Van akkor egy olyan is, hogy magyaroknál, főleg ugye most a magyarokhoz beszélünk, hogy a ki nem hevert veszteségi traumák miatt eljutott a magyar egy olyan energiába, hogy nagyon depressziós. A depresszió az csak a feloldatlan veszteségi traumáink miatt van. Pontos. És specifikusan van egy olyan tőárnyi történet, hogy tudják, hogy élettelenség. Élettelenség ott kezdődik, hogy elveszítettük a családdal a kapcsolatunkat. Egy olyan ártatlan
semmit mondok jelentés, de Kiégés. ha tudod, hogy hova vezet, hogy a lélek szintű kiégéshez vezet, akkor az ember egy kicsit másképp kezeli, és azért említettem többször, ezt te is tudod nagyon, meg te is kócsolsz, hogy ide profi mentorok kellene. A régi rendszerből kiszállni, egy rabszolgatartó rendszer, rabszolga programozás alatt voltunk, nem fog menni, a rabszolgák által kiképzett rabszolgák nem fognak tudni segíteni. Itt a fénytanítása kell. Tehát magyarul kell a humor, és kell a trigger, mert a legtöbb ember eddig úgy viselkedett, Peti, ezt te is tudod, hogy ha valami rosszul esett, akkor begubóztunk. Ha valami bántóan hatott ránk, vagy úgy érzékeltük, akkor visszahúzódtunk. Ez lehet, legtöbb ember csúnya szavakra gondol itt, de sokszor egy vicc, ami lehet, hogy tényleg egy jó vicc, tehát egy kellemes, jó szándékú vicc, azt is az ember félrefordítja. És akkor a kérdés, hogy hogyan lehet ebből kiszállni? Ki kell szállni, mert te is látod, ami itt folyik, az tényleg egy katasztrófa. Tehát amilyen mentális állapotban az emberiség, az tényleg az tragédia. Meg kell tanulni az elme struktúráját az embereknek, hogy mindent magára vesz az átlag ember, amíg el nem kezd komoly, mély önmunkát végezni. Miért sértő az, ha valakinek jár a szája? Miért veszed magadra? Amikor az ember elkezd önmunkát végezni, akkor az önbizalma felmegy, a világgal való viszonya javul, ez anyagiakban, egészségben, párkapcsolatban is megmutatkozik, és olyan lesz a világ, mintha egy akváriumot néznél. Mint a halak. Semmit nem kell magadra venni. Na most ez nem fog addig menni, míg nagyon profi önmunkát nem végez az ember. És azért említettem meg ezt az élettelenséget, ez a kiégés a lélek szinten, mert nagyon sok ember ott van ebben az energiában, és ennek az egyik kompenzációja az az, mikor az ember viccelődik. De azt érezni, azt a típusú viccelődést, mert az nem isteni humor, hanem, bocsáss meg, az egy kompenzáció. Az élettelen, már majdnem a depresszió, a tönk szélén lévő ember próbál még egy kicsi pislákoló humort az életébe visszahozni, csak az, hogy ne érezze magát teljesen élettelennek. Tehát az is egy fajtája a viccnek, hogy a depressziótól próbáló, vagy a depressziótól megszabadulni próbáló energia is kijöhet humorként. Most úgy működik a világ, hogy egymást triggereljük. A triggereket hívják tükörnek. Egy kihívás van, hogy ezeket a triggereket értelmezni kell tudni. Ha nem tudjuk értelmezni, akkor marad a programozás, az ego programozás. És amikor triggerekről beszélek, ezt te nagyon jól tudod, nagyon mély helyről jönnek a triggerek. Például az élettelenség. Ha valaki már ebből a depressziós, tönk szélén lévő energiával, aki mindenki ott van, mert mindenkiben ott van minden, csak nem sokan beszéltek a lényegről, ez az élettelen rezgés triggereli a másik élettelent. Most ez Abszolút. csúny, ez szakszó, tehát ez tudod, itt szakkifejezést használok, és nem tudjuk, mert annyira mélyen van már a kvantum elmében, hogy ez azért vicceskedik, ez az élettelen, már mindjárt meghal, mert annyira kiheveretlen sok, mert nem tudja tovább vinni ezeket a traumákat, ugyanilyen állapotban van ez is, és ez a vicc, egyelő humor, ez triggereli az illető. Ha az illető ezt tudná,
hogy ez az élettelen, ez egy kompenzáció, ezt magamban meggyógyítom, és immunis leszek a hülyeségre, immunis leszek a bántásra, nem, ez már nem fog fájni. Ez a tükör. Na most hány ember jár itt a Földön? Hát én eddig, mielőtt elkezdtem tanítani, kb. 5-ről tudta. Most már talán vagyunk 100. Jó, tehát megint az elme, mindig azt mondom, elme, elme, elme. Az emberek annyira nem ismerik a saját erejüket, mert nem ismerik az elmét. Akkor beszéljünk egy kicsit a szarkazmusról, ami mondtam, hogy ez egy sebzettségből jövő, egy úgynevezett halott részünknek egy segélykiáltása. Nem az a baj, hogy valaki szarkasztikus, hanem az, hogy van egy mélyebb struktúra, ahol ő már nem érzi magát élőnek. Az ego az a halált promotálja, az Isten pedig az életet. Olyan sok szinten be vagyunk programozva a halál irányába, hogy nem is tudjuk, hogy miket beszélünk, hogy miket rezgünk. Egy haldokló ember triggerelni fog egy másik haldokló embert, és itt energiákról beszélek, programokról. Jön a szarkasztikus humor, jaj, ez triggereli az ő haldoklási folyamatát. Deadness, tehát ez a holtság, ez a tőárnyú. És ennek 100 rétege van. Tehát magyarul az ember tényleg elkezdené kitakarítani a búráját, és nem játszani az áldozatot, akkor nem venne semmit magára is személyesen. Ez a legnagyobb bajunk. Annyira senki nem beszélt eddig a lényegről. Senki nem beszélt az elméről, az igazi ego programokról, és az ego az egy pszichopata dupla ügynök. A spirituális világ olyan helyesként egócskának, egónak hívta, és semmi mélységet nem takar, míg igazán meg nem tanulja az ember, hogy mit rejt. A pszichopata dupla ügynök, ördög az, aki bennünk van. És amikor az ember tudja azt, hogy van egy trigger, legyen az egy vicc, vagy vicceskedésből, akkor magán azt el kell kezdeni oldani. Na most, a pszichopata rendszerünk, ahol eddig éltünk, ez az ego világa, pontosan tudta, hogy mennyire sebzettek az emberek. Úgy programozták a népet, hogy az igazságból gúnyt űztek. Mert az ember annyira beleprogramozva az ego által hazugságra. Bill Gates, érted van? Vedd be ezt a pirulát, jól leszel, a kormány érted van. Nem. A kormány te teremtetted a szadista, pszichopata bűnöző elméddel, most meg cirkuszolsz, hogy miért bűnöző a kormány, meg miért korrupt, mert a te elmédbe volt. Most azt csinálják, hogy ezt nem akarják a felszínre hozni. Kihozzák az igazságot az emberekkel, meg ki kell, mert ez az egyezményben benne van, viszont vicceskednek vele, ami az emberekbe feltépi a korábbi megszégyenítés traumáját. Ó, én nem akarok ilyen lenni. Az ember nem tudja, hogy mi folyik, nem tudja, hogy pszichopata rendszer programozza, nem tudja, hogy föl kéne oldani az ő saját megszégyenítési traumáját, a gúnytól való félelmét, hanem átáll a sötét oldalra, és azt mondja az igazságra, hogy ez nem igaz. Tehát a viccet, a humort felhasználta a sötét rendszer arra, hogy az embereket áttereljék a sötét oldalra, lemondjanak az igazságról, és szembe álljanak, szó szerint az igazság ellen harcoljanak. Aki nem takarítja az elméjét, az ide kerül. Az ego uralma alatt van, és azért rabszolga. Most a humor, ahogy mondtad, nagyon szép bevezetőben, hogy amikor az ember már integrált az elmében, az egy gyógyító eszköz, amikor, bocsánat, egy pillanat, Nem. ez egy gyógyító eszköz, ez a teremtői, az isteni humor, amikor az emberek integrálatlanok az elmében, akkor pedig egy támadó eszköz. És ez nem vicc. Ez Na nem vicc. szóval. Az emberek úgy vannak programozva, hogy az ego által támadjanak mindent, ami nem az ő megszokott tudásukhoz illik. Támadják az újat, támadják a jót,
támadják a nőt, a férfit, a gyereket, az egészséget, és ezt nem tudják. Humort használt a sötét oldal arra, hogy ezt elérjék, és a megszégyenítés és től való félelem traumáját újra és újra feltépjék. Na most, aki tényleg önmunkát, profi önmunkát csinál, kvantumelme, ahogy te is, előbb-utóbb tényleg látod, hogy az egész, amit vagy, ez egy cirkusz. Ez egy olyan kalitka, amiben mi benne voltunk, aminek az ajtaja nyitva van. Miért nem repülünk ki? Oké? És azért nem repül ki az ember, mert olyan szinten belett programozva, hogy jobb bent, mint kint. Mert nem érzi magát méltónak a szabadságra, nem érzi magát érdemesnek. Tudod, a jó életre, csak kérdés, hogy miért? Ezek programok. Ami nem az egyszerűségről, szépségről, gyönyörről, teremtésről szól, az egy ego program. És most ennek vagyunk szemtanúja, hogy a világ esik szét, hogy van egy nagyon egyszerű, egy nagyon egyenes, egy nagyon fair, organikus isteni mátrix, egy világ, ez a paradicsom, ez az új föld, és akkor ettől próbáltak minket úgy hát kivenni, vagy lebeszélni, hogy rossz programozásokon, rossz humorral, szarkazmussal, bántó stílusokkal átöljenek minket az inorganikus mátrixba. Mi a kihívás? És az emberek nem tudják, hogy programozás alatt vannak. Nagyon sok olyan stand-up van, aki, hát persze azok ugye humoristák, és azok például nagyon kreatívan használják a humort. A stand-uposok, a humoristák, azok úgy tudják használni humort, hogy a létező, bennük lévő programokat viccesen meg tudják úgy címezni, hogy az ember ne elnyomja őket, és szégyenbe hozva tartsa őket, mert ez a legnagyobb bajunk, hogy nem fedtük fel az igazi sokrétűségünket. Én nem akarom, hogy ezt gondold rólam, én akkor elnyomom azt a részt, ezt hívják árnyaknak. És akkor a humoristák, meg van, aki nagyon jó, nagyon profi ebben, van, aki kevésbé, meg ezt próbálják úgy a humorral könnyíteni, hogy gyere, engedd fel ezt az iszapos, lerakódott őstörténetet, és a humoron keresztül elfogadhatóvá válik. Tehát itt már építő jellegű a humor. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek nem lesznek triggerelve, de itt a humort arra lehet használni, hogy meglássuk a mintáinkat, és ne vegyük túl komolyan őket. Minél több mintát oldunk, bocsáss meg egy pillanat, és minél több mintát oldunk, annál szabadabbak vagyunk, és annál jobb humor érzékünk lesz. Igen, pont ezen gondolkoztam, és ugye jó pár olyan történet jutott eszembe, amit ugye tanítasz is, hogy mint az árva gyerek. Tehát ez a mi hiányzik neki, a figyelem, a törődés, hogy ő vele együtt nevessenek. Még azt is mondja, hogy ha rajtam, az is jó, csak valahova tartozzak. Tehát azok a belső triggerek, hogy mire használják, akár a humort, a viccelődést, a gúnyolódást, ugye ezek már azért negatív aspektusúak, de ugye amit említettél, ott van még az árny nevetés. Tehát amikor azt látjuk a tévében, hogy ha, tehát ez a gúnyos, ez a kikarikírozott, hogy hí, de boldog vagyok én ma, pedig nem, tehát hogy amit tanítasz, hogy mi az ellentét pólusa. És szinte már tényleg az a vicc, hogy miért nem használjuk a viccet. Tehát a rendszer viccel ki minket azzal, hogy kifordítsa, és ellenünk használja, és ez valami bődületes, és erre szeretném kérni téged, hogy nyilván már nagyon sokan, akik már idestóban majdnem 2 éve hallgatnak téged, és egyre emeljük természetesen ezeknek a belső kommunikációját és a videóidon keresztül, hogy a sok tanításod mellett, hogy adjunk picit mindig nekik, hogy mit figyeljenek, mit vegyenek elő, hogyan tudnak elindulni
akár a humor oldalán keresztül egy sokkal boldogabb, élhetőbb mindennaphoz. A nagyon egyszerű recept az az, hogy megtalálni, mi az igazság. Ha az igazságot tudjuk, akkor már nevetni tudunk az életen, mert olyan vicces sokszor az az út, ahol minket az univerzum terel, vagy irányít. Mert azt mondjuk, hogy szeretnék innen idáig eljutni, vagy ide eljutni, tehát mi elképzelünk egy egyenes vonalat, csak az egész egy ilyen kacskaringós út lesz, és sokszor olyan érdekes humorra töltött az utunk, hogyha ezt nem vesszük magunkra, nem a rosszat keressük, hanem azt mondjuk, hogy ezt soha nem gondoltam volna. Ezt a gazdagok és a nagyon-nagyon tiszta elméjűek, akik jól tudnak teremteni, ezt tudják. Hogy legyen célod, legyenek céljaid, viszont a hogyanját azt nem te mondod meg. És a hogyanja az olyan vicces, sokszor, hogy ilyet nem lehet, még a álmunkban se. Annyira érdekes és annyira precíz. Ami történik itt, Peti, az az, hogy ezt is mondtam többször, és ezt tényleg a szívemben mondom, hogy így az emberiség érdekében, hogy ez egy istentelen rendszer volt, ez a sátán rendszere. Ez az Antikrisztus 3D invertált mátrixa. A legalacsonyabb rezgésű hely az univerzum. De ezt mi tartotta fenn? Az emberek gondolkodása, az emberek elméje. Miért mondom ezt? Nagyon precíz és szisztematikus programozással át az embereket úgy beprogramozták, hogy ezt a humortalan, istentelen rendszert tartsák fent az elméjükön keresztül. Ez a rendszer, ez gúnyt űzött az Istenből. Gúnyt űz az egészségből. Gúnyt űz úgy a fényből, mint az intelligenciából. Ez a rendszer egy nagyon leredukált rendszer. Rengeteg szakembert kiképzett, akiknek az a célja, hogy a rendszert fenntartsák, és ezeken a paramétereken belül tartsák az intelligencia szintet és a tudás szintet. Most én ugye a világ nagyon sok országában jelen vagyok, engem több tízezeren támadtak és tolták az észt, mondom, nekem ne beszélj. Te itt voltál kiképezve, tehez értesz. Épp elég bajt okoztál. Csönd. Ezért kellenek profi mentorok, akik a fényt tanítják, és nem ezt a humortalan, istentelen, antikrisztusi gondolkodást. Tehát ez a lényeg, hogy ez a rendszer, ez gúnyt űz az Istenből, gúnyt űz a teremtésből, és ez a luciferi gondolkodás. Magyarul, aki nem tud nevetni szívből, kacagni, élvezni az életet, ott gyógyítani valóban. Nem kell bántani a másikat azzal, hogy nem tud, de az ego programjait, azokat nagyon precízen felhasználták arra, hogy az embereket lenyomják, elnyomják, rajtuk keresztül teremtsék a háborúkat, az elnyomott ego programokon keresztül teremtsék a félresiklott kapcsolatokat, anyagi gondokat, mert ez volt a cél, ugye, hogy ezt a negatív lúzs energiát, hogy ezt rajtunk keresztül teremtsék. Bárki, aki nem dolgozik magán, aki el van akadva és játsz az áldozatot, az gúnytűz az Istenben. Azért triggerelődik az ember, mert ez a gúnyt űző, viccet nem értő, reptó program, ez az arkoni programozás rezeg az emberben, ez csak azért van ott, mert még nem takarította ki az elméjét. A reptó programozás, ez az arkoni programozás, ami a sátáni ego programja, hogy az nem tudja megmondani a különbséget a humor a szarkazmus között. Vagy nem érzi, ő mindent szó szerint vesz. Nem látja egy magasabb metaforát, mert egy lealacsonyított programozás szerint fut. Onnan is tudod meg, ezt mondtam az Expert Coachban belső körben, hogy onnan tud valaki ilyen reptó programozás alatt van, aki nem értik a humort, hogy hall valamit, és a személy így hátra gördül. Igen, ezt mondta. És
azért kell az elmét kitakarítani, hogy ezek az alacsony, arkoni, egó, sátáni programok távozhassanak az emberből, hogy vegyen részt az univerzumban és tudjon nevetni. Humor egyenlő humán. Az Isten nem rajtunk nevet, az az ördög, aki rajtunk nevet. Mi azért nem merünk nevetni, mert bűntudatunk van, ami az ego fegyvere. Azért nem mer az ember nevetni, mert már úgy programozták az átlag embert, hogy ne sértsd meg a másikat. És mi van, ha én nem megsértem, hanem felszabadítom? Az emberek nem gondolkodnak, mert az ego programozása elnyomta őket. Annyira félünk az erőnktől, annyira félünk a megnyilvánulástól, az ember fél az igazságtól, és az igazság, ami ugye szabaddá tesz meg, megfelszabadít, az is humor. Itt most társadalmi szinten beszélek, egy civilizációval beszélek, nem csak a magyarokról, hogy nézd meg, hogy egy nagyon profi, nagyon kacifántos, de pszichopata rendszernek lettek az áldozatai. És akkor a humor ott jön be itt, Peti, hogy vagy itt ott jön be, hogy az emberek azt mondják, hogy hát az egész csak egy színpadi felvonás. És hogyha az elmém teremti, és ha az elmémnek az ura vagyok, hát akkor mit szenvedek? Hát mekkora poén lenne az, ha én kitakarítanám az elmémet, és írnék egy olyan felvonást, amit én élvezek. Milyen vicces lenne, ugye? És ez nem Annyi, vicc. ez nem vicc. Én erről beszélek. Hogy írd már meg azt az új programot, mert már idáig van mindenki az ostoba felvonásaiddal. Ez is vicc volt. Még akkor is a triggerek. És ugye mennyire igaz az a vicc, hogy emberek lévén, ha meg akarod nevettetni az Istent, mesélj neki a terveidről. Igen. Amit mondtál is, hogy ne tervezz, majd terveznek. Igen. Tehát meg kell tényleg azt értenünk, hogy az a rendszer, amit mi ugye fiatalabb korunkban vagy eddig, tudod, áhítattal úgy követtünk, és úgy vártuk a megoldást tőle, a megoldás soha nem fog a rendszertől jönni. Mi vagyunk a rendszer, mi vagyunk az új rendszer, azáltal, hogy kitakarítottuk a busit, hogy merünk humorosan, szívben, gyógyultan egy új világot teremteni. Tehát itt merészség is kell, és át kell menni egy olyan gyógyult szintre az elme takarításán keresztül, hogy már rálátunk a mintáinkra, merünk róluk beszélni, merjük magunkat úgy átadni, hogy már majdnem, hogy vicces. A legtöbb előadása megnézed, az főleg ilyen szomorú történeteknek az átadásáról szó. Én is tudok ilyeneket csinálni, egy képzett előadó vagyok, de jaj, mikor Robika összeesett, és a sztrókba is ott volt, és jaj, jó, ismerem. De tudod, mi ebben a humor? Az, hogy ott kezdődött el az igazi életem. Az, hogy minden rossz mintámra ott összeesett állapotban azt mondta az univerzum, nézd, kiraktuk eléd. Most már látod? Mondom, még nem, de kezdem. Tehát ha tudjuk, hogy értünk van az univerzum, de nem a rendszer, amit mi teremtettünk a rombolt elménkkel, és látjuk ebbe a lehetőséget, látjuk ebbe a felelősséget, látjuk ebbe a kreativitást. Ez a kulcs szó. Azért nem tud nevetni az ember, mert elveszítette a kreativitását. Igen. A kreativitás egyenlő teremtő, teremtés, az emberek istentelenné váltak. Hányszor mondta? Csak azért mondom ezeket, hogy az összefüggéseket tudod, össze tudják kötni a pontokat az emberek. Egy sátáni világnak vagyunk, hogy annak a végét látjuk most, aki takarítja a buksit, az emelkedhet, az látja ezt a rendszert összeomlani. Aki nem takarítja a buksit, azt majd kikísérik a földről, mert mi most ezt meg fogjuk örökölni. Mi ebbe a vicc? Hát az a vicc, hogy rengeteg olyan
NPC van körülöttünk, akinek mi azt hittük, hogy meg kell felelni, mert ők mondják meg a tutit, holott mi vagyunk az új vezetőség. Holott mi vagyunk, akik megmutatják a fény felé az utat. Tudod még mi a vicc? Hogy mikor mi Amerikában próbáltunk krisztusi tudatosságot tanítani, a Facebookon, azaz az Antikrisztus oldalán próbáltuk a krisztusi tudatosságot hirdetni. Szerintem milyen sikere volt? Hát Hát. sem. Oké, na ez a vicc. És ha ez a teremtői humor, hogy látod, itt van egy sötét oldal által megteremtett eszköz, és ezt te a fény javára használod, úgy, mint az internethoz és a sötét oldalnak az eszköze. Itt használjuk, csináljuk a videót, milyen vicc. Segítünk az emelkedőknek. Ez az isteni humor, a leleményesség, ez a kapcsolat a világgal és a kreativitás. Akikből ezek hiányoznak, azok nem tudnak nevetni. Tehát kívánom mindenkinek, hogy csinálja nagy technikát. Nekem mi hiányzik, mikor nem tudok nevetni? A leleményességed, a teremtővel való jó viszonyod, a kreativitásod. Miért utasítottad el? Miért félsz a kreativitásodtól? Miért? Azért, mert traumatizálva vagy, mert úgy voltál, úgy vagy programozva, hogy az ego világában, az ördög világában keresed a kiutat az ördög világából. Az elme takarítása felvisz minket egy magasabb rezgésbe, az isteni világba, ahol egy szabaddá válhatunk, és másképp látunk úgy a világra, hogy akár humorként is felfedhetjük az igazi összetett énünket. És majdnem minden mondatod után oda lehet tenni, hogy és ez nem vicc. Tulajdonképpen itt villoghatna egy kis fény, hogy Igen. ez nem Ez vicc, nem vicc. higgyétek el. Ez Tehát, nem hogy, vicc. mert sokszor az embereket belekergettük abba, hogy és most kell nevetni? Persze, ez a vicc. Ja, de hát nem annak éreztem. Persze, nem annak érezted, mert nem tudott vicces lenni. És Igen. emlékszem arra, de szerintem biztos te is átélted, amikor az ember egy nagyon több száz fős, mondjuk egyetemi előadáson, az a visszafojtott nevetés, hát annak a kitörése, mint egy vulkán, tehát ha valaki azt mondja, hogy képes egy ilyen energiát visszatartani, az már önmagában önpusztító, mint amikor elengedi, és azok az öröm könnyek is, micsoda, ahogy te is mondtad, felszabadító energiát. Valóban az embert annyira magasra tudja tenni, hogy azzal valóban ezt a rendszert, és ez nem vicc, el lehet mosni. Tulajdonképpen luciferi programok pofájában röhögni, hogy te figyelj, te már egy vicc vagy. Tehát már Így van. nekünk csak kis új mozdítás és vége. Teljesen jól mondod. Itt az a kihívás, hogy az elme programozása, ez a rabszolgatartó program, ego programok olyan precízen meg vannak írva és tervezve, hogy ha nem vagy egy jó detektív, és tényleg nem ismered ezeket, nincs egy átlag embernek esélyéből kiszállni. Ezért mondtam, hogy profi mentorok nélkül felejtsd el. Tudod, most már nem nevetnek az emberek ezen a kijelentésen, azt mondják, hogy vicces, nem vicces, nem vicc. Profi mentor vagyok, véged van szívem. És az történik, hogy annyira sok árnyi történet van, és rossz hiedelem van bennünk az elmében, hogy az egyik például a tiszteletlen. A tiszteletlen. Most ez a legtöbb lejátsza, hogy nagy pofájú, meg hogy beszól minden. Oké, semmi gond, ez megjelenés. A legtöbb viszont elnyomja a tiszteletlen, de ugyanolyan árny kategóriában a kettő egymástól nagyon sokan nem különbözik. Amikor az embernek ez a tiszteletlen árnya integrálatlan, akkor a viccet, még akkor is, ha építő jellegű, kifogja, vagy el fogja utasítani, mert a saját tiszteletlenségét próbálja az árnyvilágba tartani, azaz védeni magát. Így működünk. És a legeslegnagyobb hiány, hogy említettem, hogy én már 15 éves nagyon mély önmunkatanítás látok, hogy az emberek nem látják a mintájukat, az emberek nem tanulják az elmét, és nem tudják, hogyan dekódolni a triggereket. Így van. Nem tudják.
Rengeteg spirituális közösségbe voltunk, úgy Kaliforniában, mint Németországból, Ulin keresztül, most Magyarországon is én ott vagyok, és az angol szász környékeken is jelen vagyok a világ többi részén is. És tényleg az emberek nem voltak eddig hajlandóak az elme mélységeit elkezdeni vizsgálni és tanulni. Most ez változik. Mert most ébred fel az ember, de mi változik igazán? Most pánikol az ember. Jaj, mi folyik itt? Hát az folyik itt, amit te viccesen, kinevetve, kigúnyolva, az igazságot kigúnyoltad, tudod, a sötét oldalnak meg a vicceit magadra vetted, az, ezt kell az ellenkezőre billenteni. És ezt tanítom én, úgy a privát csoportban, mint az Expert Coachban, mint a kvantumkurzusban, hogy itt van egy olyan világ, ami igazán a kezünkben van, tehát a gyeplő a kezünkben van, amikor már átment egy bizonyos szint fölé, akkor már egy olyan poénos, egy jó felvonásba megy át, amit addig az elnyomott, tiszteletlen, fájó, traumatizált elménkkel teljesen félrefordítottunk. Nagyon fontos, főleg a bocsi, még egyet De mondjak ez a a hírség. magyaroknak, megszabadítani magukat a veszteségi traumáiktól. Úgy a háború, úgy ez elveszítettük a csatát, és akkor van kb. 100 olyan dolog, amit ők elveszítettek, és soha nem heverték ki. Erre jó a nagy technika. Így van. Csak annyit akartam mondani, hogy mennyire, ahogy te is mondtad, hogy mennyire az arcukba van tolva az embereknek az igazság is. És valóban az ellenkezőjét tartották viccesnek, és annyira félelemből nevettek, tehát megrendelésre tulajdonképpen. Igen, Ugye igen. Amerika ebben bővelkedett ezeket a konzerv nevetéseket, tehát azokat a showműsorokat, hogy már az emberek már pénzt kaptak, hogy nevessenek, és ezzel is egy fajta kigúnyolásán annak az energiának, amit nem titok, mi jókat szoktunk röhögni azért, sőt, Igen. azért úgy is kezdtük, hogy kicsit be kellett, hogy púderezzük, mert nagyon eljöttek a könnyek a szemembe, hogy tényleg az ember érezze magát annyira méltónak, hogy ez az Igen. élet része, ez hozzá tartozik, sőt, Isten igazából az a vicces, hogy élünk, és annyira jó benne élni, felfedezni dolgokat, hogy ne vicceljük el az önmunkát, és ne vicceljük azt el, hogy itt már mélyebbre kell menni, mint amit mi látunk. És tényleg ezért van az, hogy feléd fordulok, és feléd fordulunk ezekben a kérdésekben. Igen. A legtöbb ugye vicc, amit te is mondtál, ezek a konzerv nevetések Amerikában, amúgy mikor először kijöttem, ez volt a legelső dolog, hogy miért nevet egy láthatatlan közönség egy olyan, amin én tudom pontosan, mikor kell nevetni. Ezek programozások. A legtöbb ilyen program, vagy ilyen vicc, amikor az ember programozzák, akkor az azért csinálják, hogy majd, mikor eljön az idő, akkor kigúnyolják és kinevessék az igazságot. Ez direkt. Tehát itt, ha tudsz egy dupla ügynök, egy pszichopata, dupla ügynök, ego szinten gondolkodni, akkor tudod azt, hogy először beetetik az embereket, beprogramozzák. Jaj, de jó, olyan jó nevetni, és jó nevetni, tényleg jó nevetni. És akkor egyszer csak a nevetésnek az áradatába betesznek egy olyan dolgot, ami életmentő, ha nem nevetett ki, de úgy kineveted, mert úgy vagy programozva. És az történik, hogy bármi mi pofán röhögünk, ahogy a sátán rendszer az Isten pofán röhögte, ahogy ezek az alacsony rezgésű NPC-k pofán röhögték a fénymagokat, ahogy a spirituális közösségek pofán röhögték az igazi tanítókat, ahogy a vallások teljesen pofán röhögték úgy az Isten, mivel Luciferhez fohászkodtak, ahogy a politikát, tudod, majmoló emberek pofán röhögték a spirituális elméleteket ismerő emberek, mindenki pofán rögött minden, ami igaz volt. És akkor van egy kérdés, az egy ilyen eléggé durva, robis kérdés. Mi bajod van az igazsággal? Miért vagy az igazság ellen? Na ezen neves. Mert ez az igazi vicc. Ha meg erre elkezdesz tudni válaszolni, elkezdesz gyógyulni, mert pofán röhögtük az igazságot.
És ez nem vicc. Az a lényeg, hogy mindenkinek van kiút, ha nem a társadalmi normák szerint próbál létezni és vinni tovább ezeket az ősi mintákat. Nagyon sok nevetés, meg ilyen vicc, gúnyolódás az egy agresszivitásnak volt a jele. Ezek a kompenzációk, bármikor, te is mondtad a lifelessness, tehát az életlenség, vagy az orphanhood, a pimasz, az is egy kompenzáció. Ezek agresszivitást és integrálatlanságot bújtatnak. Nem baj, csak dolgozz rajta és integráld. Hogy ez a agresszív, vagy már elnyomod egy kompenzációs stílusú nevetés, hogy szívbéli nevetés lehessen. Szonyával az interjúban mondtam, ugye, hogy a két világ, a szív és az ego világa kb. 25 centi, hát ez annyi, amennyi kinek, ki milyen magas. Itt lakik az ego, itt pedig a teremtő, de az Istent az emberek elutasították, ez ripityára van törve, ezért nem tudnak szívből nevetni. Ki Így van. nevet a legtöbbször? Az ego, azaz az ördög. Azért kell a buksit rendbe tenni, hogy merjen nevetni innen. Ha ez a nevetésed forrása, akkor bőségben fogsz létezni, akkor igazándiból az életed csodálatos. Ha ez a nevetés forrása, akkor ott tud pont arról van, vagy pont oda vezet, mint amit te is említettél. És milyen érdekes, sokszor a mimikai izmoknál észrevehető az igazi nevetésnek a gyújtó pontja, az pedig a szemnél, amikor nevet, ezek az úgynevezett mimikai izmok, ha valaki nagyon sokat nevet, egyszerűen beáll. Tehát nem a naptól, vagy bármikor, hanem egyszerűen látjuk, de látjuk a szájnak a felgörbülését azoknál, akik valóban rendszeresen. De hát hova tovább nem az ember, amikor úgy nevet, hogy a szónak minden érte elmegy a levegő, kapkod Igen. a levegőjét, fáj a hasizma, tehát már, hogy mondjam, Igen. tehát ennek a fokozatai, én azt gondolom, hogy imádnivaló az az állapot, amikor az ember egymást tudja úgy nevettetni, hogy nem tudsz 10-20 percig, csak nevetsz és dölöngész. Én azt gondolom, hogy sőt, mindenkinek kívánom, hogy újra legyen vicces az élete, annak a mélységében, amit már biztos, hogy sokan-sokan megéltek, de ahogy te is mondtad, szinte már bűn, ugye? Szóval Igen. büntetés, hogy én nem tehetek ilyet, nem tehetem ki magamat örömnek, nem tehetem ki magamat jókedvnek, de. Igen. De És ez nem kitehetjük. vicc, ez lesz a Igen, szlogen. és ezek az ego programok. Az ego világában voltak olyan plusz programok, amikor az ember jól érezte magát, amikor az ember lelkes volt, amikor az ember nevetett, kapott egy büntetést, kapott egy rossz érzést. Ezek programok. És ezeket fel kell oldani az elmében. Merje nevetni. És akkor az emberek ezeket úgy programozták be, hogy húha, ha én szívből nevetek, akkor abból baj lesz. Lehet, hogy a főnököm lát, és elveszítem az állást. Az egész ego világ ez egy manipulatív, pszichopata rendszer volt. És próbáltuk úgy magunkat, a teremtői, isteni mi voltunkat leredukálni, hogy beférjünk ebbe a gyufás katujába. Végig. Én azt mondom, hogy tépjük szét a gyufás katuját, és merjünk úgy önmagunk, önmunkán, öntisztításon keresztül visszajönni az életbe, hogy jó humorral, erővel és szeretettel tudjunk létezni. Mondok erről még valamit. Persze. Ahogy én tudod, megírtam a könyvemet, az Uralt az elméd, és ahogy tanítom ezeket a nagyon precíz kifejezéseket, mert az az ego struktúrája, úgy könyvelt el az átlag ember a humort és a nevetést, hogy nem biztonságos nevetni. Nem bizton, a humor nem biztonságos, mert az egy támadás. Ezeket hívják neurológiai asszociációknak. Nem. Az igazi humor nem támadás. Az igazi humor az a teremtő a jó viszonyul. Az ego programozása szerint egy támadás.
Az ego programozása szerint tiszteletlenség. Az ego programozása szerint keresi az ember a biztonságot, azáltal, hogy leredukálja magát, mert fél a saját erejétől, és fél a saját nagyságától. Inkább nem mutatja meg a teremtői mi voltát, legyen az humoros, vagy nem, mert arra programozták az emberiséget, hogy nyomd el magad, mert attól lesz egy jó ember. És pont az ellenkező igaz. Mi ebbe a vicc? Hogy ebből gyorsan ki lehet szállni. De, és ugye milyen érdekes, most ott eszembe, mint ahogy megtanítottad nekünk az imánál is, ugye hát, mint hogyha egy másik Istenhez imádkoznánk, ugyanez, hogy nem, tehát mint hogyha az lett volna a büntetés itt is, hogy mint hogyha kiröhögnénk az Istent. Ezért büntettek minket, de közben most az a poén, hogy Istennel kell tudnunk együtt nevetni. De ezt Igen. is kiforgatták, hogy na-na, ezt nem szabad ilyet csinálni. Így, Igen. így, így, pontosan. Igen. A teremtői hozzáállás az azt mondja, hogy szabad vagy, boldog vagy, egészséges vagy, és bőségben élsz. Minden ezen fölötti, tudod, kifejezés, ez hablatja, az az ego. Neves, kacagj, teremts, ha nem tetszik, teremts mást, szeretünk, szabad vagy. Ennyi, ez az új föld. És itt olyan boldogság, olyan vicc, nem vicc, humorra tehetünk szert, mert ahogy építünk valamit, ahogy teremtünk valamit, sokszor elkövetünk bakikat. Azt, ezt nem kellett volna, nem mindegy. Tudod, mert ahogy tudom magunk között is beszélni, mert már a baki is egy humoros lépés, mert az ahhoz szükséges, hogy a végeredményhez eljuthassunk. Amikor az embernek az ego programozása és a lerombolt önbecsülése fut, akkor a bakit az katasztrófának és veszteségnek éli meg. Abba az nem vicc. Jó, de az a lényeg, hogy annyira fontos az elme takarítása, és erről, hát hogy magam, aki a nagyon sok emberről nem hallottam, hogy erről beszélni. Okay. Az egy és egy fontos dolog van a világon. Az elmét kiüríteni, mert amikor kiürítjük az elmét, akkor engedjük el azon ego programokat, amik minket a teremtőtől távol tartottak, és egy humortalan, egy kreativitásmentes világban, egy fájó világban tartottak. Nem így akarom lezárni, hanem valami vicces dologgal, ami viszont úgy történjen meg, hogy elnézést a fa viccért, de hogy a teremtőtől valami vicceset, valami humorosat, ha most letöltve megosztanál velünk, és meg átadnád, hogy valóban aki végig jön ezen az úton, ezen a videón, ne csak közben, hanem a végén is kapjon valami igen humorosat, vicceset, talán a mindennapjához és ehhoz a munkához, amit veled együtt, akik tesszük, tényleg elérkezhetünk oda, hogy ide kattintunk, és egy jót tudunk nevetni együtt, ahogy az kell. Oké. Okay. Azt mondják fentről. Drága csillagjaim, merjél táncolni. Mindig is itt voltunk, csak te nem vettél rólunk tudomást. Mi sokszor jók nevettünk a te makacságodon. Kélek most kezdj el nevetni a te képességeiden, és örömmel és humorral vállalt be. Merje táncolni, jó mozgásod van. Igen. Merje nevetni, mert a nevetés adja meg azt az erőt, amivel te igazán tudsz úgy teremteni, hogy ez a szívedből jön, és ezt ne bánd meg. Minél inkább ezeket az izmokat elkezded használni és begyakorolni, annál természetesebbé válik ez a teremtés. Ez a humorral, szívvel, Istennel teli való teremtés, amihez neked jogod van, amire te méltó vagy, és érdemes vagy. Ez nem volt vicc. Így van, köszönjük. Nagyon örültem újfent annak, hogy
Én úgy gondolom, hogy visszafogtuk a nevetést, de nem tudtuk. Hiszen már tartunk ott, ahol muszáj kimutatni egy videón keresztül is, hogy de igazán, ha kell, akkor igenis végig tudunk nevetni akár egy egész életet. Ehhez kívánok mindenkinek az önmunkán keresztül, és igenis keressenek rá a te tanításaidra, hiszen azon keresztül nem csak a vicchez, a humorhoz, de egy teljesen új élethez is hozzá lehet jutni, és mindenkit ösztökélek arra, hogy ezen videón keresztül is élje át, hogy az élet és Istennek jó humora van. Köszönöm, Robi, hogy ma is szentelem időt. Én is, igen. Így legyen. Szervusz, Peti. Szerusz.